Kína elnöke Xi Jinping az egyik legnagyobb hatalommal bíró ember a Földön, akivel kvázi csak az Egyesült Államok vezetése és Putyin versenyez. De ez nem mindig volt így, 15 évvel ezelőttig ugyanis senki se ismerte. Egy időben még a népdalénekes felesége Peng Liuan is híresebb volt, mint ő. Viszont Xi folyamatosan egyre feljebb és feljebb lépegetett a ranglétrán, míg végül 2013-ban a csúcsra ért és Kína elnöke lett. Mára pedig kimondhatjuk, hogy Mao Tse-tung óta nem volt ilyen erős vezetője az országnak. Sziasztok! Márk vagyok a 10-es listától, és ma beszélgessünk arról, hogy lett Xi Jinping a mai világunk egyik legnagyobb hatalommal bíró embere. De még mielőtt belevetnénk magunkat Xi Jinping történetébe, jöjjön a mai videó szponzora, a Conflict of Nations. Tudd meg te is, milyen egy ország vezetőjévé válni és irányítani a haderejét ebben az online stratégiai játékban. A Conflict of Nations egy ingyenes online stratégiai játék, amiben nem csak a hadseregre, de a gazdaságra és a technológiára is oda kell figyelned, hogy ne maradj le a többiektől. Csak hogy a legjobb stratégia is csak addig él, amíg valaki váratlanul meg nem támad egy gyengébb fronton. Én az európai játékmódjukat szeretem legjobban, mert csak ez van igazán közel hozzánk, de sok-sok módból választhatsz, amik közül van olyan is, amin 128 játékos feszül egymásnak. Próbáld ki te is a Conflict of Nations-t, és válj egy ország hatalmas vezetőjévé. Ha új fiókot regisztrálsz, kaphatsz 13.000 aranyat és egy hónapnyi prémium előfizetést is teljesen ingyen, feltéve, hogy a mi linkünket használod. De siess, mert az ajánlat csak 30 napig él. Link a leírásban. Kína elnöke 1953-ban született Pekingben. Apja Xi Zhongun a kínai kommunista párt egykori forradalmára és miniszterelnök helyettese is volt, aki Mao Tse-tung mellett harcolt a kínai polgárháborúban. Az ifjabb Xi kisgyerekként a pártelit környezetében nőtt fel, így egyáltalán nem állt távol tőle a politika. Viszont a kikövezett út helyett a rögös küzdős jutott neki, miután az apját 1962-ben megvádolták egy pártellenes csapat vezetésével, valamint egy Mao Tse-tungot kritizáló regény támogatásával. A fiatal Xi Jinpingnek azt is végig kellett néznie, ahogy az apját kidobják a pártból és bebörtönzik. Xi Jinpinget ezután nem sokkal, 16 éves korában több millió másik városi gyerekkel együtt egy távoli, elszegényedett faluba küldték Kína északnyugati részére, ahol 10 évet élt. Ezt az akciót a Fel a hegyekbe, Le a vidékre mozgalomnak nevezte az akkori vezetés, és az volt a céljuk vele, hogy a kommunista munkások átneveljék a városi puhányokat és kemény munkára tanítsák őket. Xi egy 2004-es interjúban beszélt is erről az időszakról. Elmondása szerint az összes síró gyerekkel ellentétben ő nagyon megkönnyebbült, hogy maga mögött hagyhatja a fővárost, és kikerülhet a ránehezedő politikai nyomás alól. Az interjúban azt is elmesélte, hogy tisztán emlékszik arra, amikor a vonat elindult velük. Rajta kívül mindenki sírt. Ő volt az egyetlen, aki örömmel indult útnak 1969. januárjában. Még a rokonai is megkérdezték tőle a peronon, hogy mégis minek örül annyira, mire azt felelte, hogy akkor nem örülne, ha maradnia kellene. Persze azért ez könnyen lehet egy jól kitalált propaganda gondolat, mert valljuk be, nem sok gyerek örülne annak, hogy kiragadják őt a kényelmes életéből, elküldik messze a családjától, és gyakorlatilag szegénységbe taszítják nevelési céllal. A vidéken töltött idő talán nem meglepő módon nehéz volt neki, mert Xi nem volt hozzászokva a kemény fizikai munkához, úgyhogy alig 3 hónap után vissza is menekült Pekingbe. De ott elfogták, és fél évre be is zárták szabályszegés miatt. Az egyetlen esélye a bezártság előli menekülése az volt, hogy visszamegy a távoli Liangzhiae faluba, úgyhogy vissza is tért ide. Itt a következő 6 évet szegénységben és kemény fizikai munkával töltötte, mindeközben pedig domboldalakban kialakított barlang lakásokban élt. Mikor az 1970-es évek közepén a KKP kulturális forradalma, ami üldözte a kultúrát és az értelmiséget, kezdett lecsengeni, a későbbi elnök a túlélés érdekében az egyik leghithűbb kommunistává vált. A név nélkül nyilatkozó akkori ismerősei elmondásai alapján vörösebb lett a vörösnél is. De arra talán egyikőjük se számított, hogy egy nap Kína elnökeként láthatják újra. No de hogyan is jutott el Xi az elnöki posztig? Az egész azzal kezdődött, hogy 1973-ban a csupán 20 éves Xi jelentkezett a kommunista pártba, ahova állítólag csak a 10. próbálkozásra került be. Valószínűleg azért nem akarták beengedni az eddigre ugyebár a vörösnél is vörösebb hithű kommunistát, mert az apja miatt rossz volt a családi háttere. De végül azért csak sikerült bejutni.
Ezután 22 évesen felvételt nyert az igencsak tekintélyes pekingi Chiang-Hua Egyetemre, ahol vegyészmérnöknek tanult, majd miután lediplomázott, az egykori védelmi miniszter Geng Biao titkára lett a központi katonai bizottságnál. A következő 20 évben egyre csak feljebb lépkedett különböző megyei, önkormányzati és tartományi vezetői pozíciókat elfoglalva országszerte. Xi az egyik legkiemelkedőbb posztját 2002 és 2007 között töltötte be a Zhejiang tartomány pártfőnökeként. Itt a helyi magánvállalkozásokat támogatta és mindent megtett a gazdasági növekedésért. Olyan jó eredményeket ért el, amivel 5 év alatt el is nyerte a helyi politikai elit gyakorlatilag feltétlen támogatását. Így amikor 2006-ban egy korrupciós botrány miatt a Sánkhái kommunista párt főnököt Chen Liangyut elbocsátották, egyből Xit tették a helyére. Ez egyébként nem volt egy hangú döntés, és néhány pártakból hatalmas felháborodást váltott ki a dolog. Xi életében viszont hatalmas ugrásnak számított, főleg ha azt vesszük, hogy 1997-ben a kommunista párt 15. központi bizottsága még utolsónak szavazta meg a póttagjainak rangsorában. 20 évvel később viszont a póttagok között is utolsó Xiből Sánkháj kommunista párt főnöke lett. Eddig még viszonylag nyomon követhetők a lépcsőfokok, amiket Xi megtett az előrejutásához, bár már itt is merülnek fel kérdések. Na de az ezt követő előléptetéseinek oka elég érthetetlen, főleg, hogy Xi igyekezett mindig a háttérben maradni, elrejtőzve a potenciális riválisainak szemei elől. 2007 végén, mindössze 7 hónappal a pártfőnöki kinevezése után egy pártkongresszuson hirtelen beválasztották az ország legelitebb politikai testületébe. Ez nem más, mint a vezetői csoportok legteteje, a politikai hivatal állandó bizottsága. Ekkoriban Li Keqiangot és az ő fő riválisává váló Xit gondolták az akkori elnök Hu Jintao utódjának. 2008-ban viszont Xit már alelnöknek nevezték ki, így onnantól szinte kétség se fért hozzá, hogy az akkori elnököt ő követi majd a poszton. Ha végig gondoljuk, Xi politikai pályája borzasztóan gyorsan ívelt felfele, és gyakorlatilag számkivetetből lett kicsit több mint 20 év alatt a párt alelnöke és az elnöki poszt várományosa. De persze itt is nagy kérdés, hogy miért Xit léptették elő. Egy történésznek, Ross Terrillnek van is erre egy elmélete. Szerinte Xi pont a korábbi gyengeségéből faragott ekkora erősséget, az apjából. Erre a pontra óriási történelmi előnye lett abból, hogy az 1930-as években egy jól ismert vezető kommunista volt, aki Xi alelnöki kinevezésére már rég a múlthoz tartozó kulturális forradalom áldozata lett. Xi Jinpingnek innentől kezdve már csak egyetlen lépcsőfok maradt hátra, amire 2013. márciusában fel is lépett. Ekkor lett belőle a Kínai Népköztársaság elnöke, a pozíciót pedig valószínűleg a haláláig meg is fogja tartani. Persze Xi Jinping hosszú utat tett meg idáig, a szakértők szerint mégis elég homályos, hogy hogyan sikerült minden riválisát felülmúlnia és eljutnia az elnöki posztig. A közvélemény és a média is a mai napig ezt találgatja, főleg, hogy Kínában a pártkongresszus választja az elnököt. Az egyik elmélet az, hogy Xi megválasztása egyfajta kompromisszum lehetett, mivel Hu Jintao valószínűleg a riválisát Li Keqiangot választotta volna. Megjelentek olyan jelentések a médiában, ami persze nem hivatalos forrás, amik szerint egy másik korábbi elnök, Jiang Zemin egyértelműen Xi Jinping mellett tette le a voksát. A választáson egy szempont viszont mindenki számára fontos volt, méghozzá, hogy a hatalomváltás békés legyen. Xi Jinpingnek valószínűleg sikerült meggyőzni a pártot arról, hogy ő a legjobb jelölt a pozícióra, mert mindenkivel könnyen tud együtt dolgozni a párton belül, és senkire se jelent fenyegetést. Ezen sokat segített, hogy korábban csendesen, még szinte visszahúzódóan élt. A párt tudhatta ez alapján, hogy semmiféle botrányra se számíthatnak vele kapcsolatban. De tovább homályosítja a dolgokat az is, hogy Xi közvetlenül a megválasztása előtt pár hétre egyszerűen eltűnt. Soha nem derült ki, hogy miért szívódott fel, és azóta sincs erre hivatalos magyarázat. Minden esetre Xi Jinpinget Kína elnökévé választották, és azóta Mao Zedong után a leghatalmasabb emberré vált Kínában. Elődjével Hu Jintaoval ellentétben Xinek sikerült mind a három legfőbb intézmény élére kerülnie, és a kommunista párt, a katonaság és az állam vezetőjévé is válnia. Az elnöki poszt betöltése után pedig nem volt megállás, és egyből meg akarta szilárdítani a hatalmát. Az első ilyen lépése a kínai köznyelvben csak tigrisek és legyek néven ismert akció a magasrangú tisztviselők és a helyi köztisztviselők elleni korrupció ellenes fellépése volt. A kínai állami média szerint ez több mint 1,5 millió kormányzati tisztviselőt érintett, és papíron az elnök ezzel felszámolta a párton belüli korrupciót.
Ez az intézkedése a társadalom körében érthető módon nagyon népszerűvé tette, de a kínai elit már kevésbé ugrált örömében. Xi ezzel nem egy új ellenséget szerzett magának, de annyira nem hatotta meg a dolog. A másik jelentős változást később az alkotmányban vezette be. Eszerint ugyanis eredetileg egy elnök mandátuma maximum 2x5 évre szólhatott. Ezt még 1976-ban az akkori elnök Deng Xiaoping írta bele Mao halála után. Deng felismerte az egyszemélyes uralom és a személyi kultusz veszélyeit, és így akarta kordában tartani az elnököket, ami egészen Xi Jinping feltűnéséig sikerült is neki. Xi mandátuma ez alapján 2022-ben lejárt volna, de ő még nem állt készen arra, hogy lemondjon a hatalomról, így tennie kellett valamit. A terv egyértelmű volt, alkotmánymódosításra van szükség, az új verzióból pedig el kell törölni az elnökök uralkodását lehatároló korlátot. Xi kezdeményezte is ezt, amit ugyan a párttagok nagyon vitattak, de csak sikerült valahogy átnyomnia rajtuk, és végül 2018. március 11-én sikerült elfogadtatnia a tervét. Ezzel megszűnt a maximum 10 évre szóló mandátum, Xi pedig innentől határozatlan ideig kormányozhatott. A kormányzása második 5 évében így már nyugodtan foglalkozhatott a hosszabb távú terveinek megvalósításával is, hiszen bőven volt rá ideje, semmi se sürgette. Ekkor alakította át a hadsereget, indított újabb hadjáratot a korrupció ellen, csökkentette az országban uralkodó szélsőséges szegénységet, és helyreállította a hiteltől és nehézipartól függő gazdaságot. Ugyanez mind jól hangzik, de az intézkedéseinek listája egyre fokozódó megszorításokkal folytatódik. Korlátozta a szabadságjogokat az erősödő online cenzúrától egészen a másként gondolkodók és emberi jogi ügyvédek letartóztatásáig. Ezek és a hatalmának megszilárdítására irányuló korábbi tettei miatt Mao-t a Xit tartják Kína legerősebb autoritár vezetőjének. Mindezek után talán nem meglepő, hogy Xi személyi kultuszt is épített maga köré többek között könyvekkel, rajzfilmekkel és dalokkal. Liang Jiae, a falu, ahova Xi Jinpinget gyerekként dolgozni küldték, mára egyfajta szentélyé vált. Viszont ez még semmi. A kínai alkotmány módosításával Xi hivatalosan is egy szintre került Mao Zedonggal. A módosítás ugyanis nem csak a mandátum szabályozását érintette, hanem hogy a marxizmus-leninizmus, a Mao Zedong ideológia, a Deng Xiaoping elmélet és az úgynevezett három képviselő fontos gondolata után a Xi Jinping ideológia is bekerült az állam alkotmányába. A nagy különbség viszont Xi Jinping és a többiek között az, hogy az ő ideológiája még életében került az alkotmányba, a többieket pedig csak a haláluk után érte ez a tisztelet. Ezután olyan oktatási és kulturális programok jelentek meg szerte az országban, amik Xi ideológiájáról szólnak. Az általános iskolákban már a több helyen is kötelező lett Xi ideológiáját tanítani a gyerekeknek 10 éves kortól. Ezek a gyerekek már úgy nőnek fel, hogy tudják a kínai vezető élettörténetét, és hogy Xi nagypapa mindig is törődött velük. A kínai kommunista párt döntéshozó szervezete Xit Ling Xiu-nak nevezte, ami magyarul vezetőt jelent, pontosabban annak egy tiszteletteljes megnevezési formáját. Ezt a címet korábban csak Chiang Kai-shek, Mao Zedong és közvetlen utódja Hua Guofeng érdemelte ki. Mindezek pedig egyértelműen megszilárdították Xi hatalmát, aki mára nem csak Kína, hanem az egész világ egyik legnagyobb hatalommal bíró vezetőjévé vált. Próbáld ki a Conflict of Nations-t és válj te is a világ legyőzhetetlen vezetőjévé ebben az ingyenes PvP stratégiai játékban. Ne feledd, a regisztrációval 13 000 arany és egy hónap ingyenes prémium tagság is vár. Link a leírásban. Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el megnyomni a like gombot, és iratkozz fel a csatornánkra, hogy elsőként értesülhess a legújabb tartalmainkról. Külön köszönet a támogatásért partnerünknek és tárhelyszolgáltatónknak, a Reghostnak.